Évente jellemzően több mint 1500 embernél diagnosztizálnak daganatos megbetegedést a szabolcs már vármegyei oktató kórház onkoradiológiai osztályán. Emellett csak nem 400 visszatérő pácienst is folyamatosan kezelnek. Az intézmény 1993 óta működő részlegét a kezdetekben Erfály József szervezte meg, aki egészen az előző év végéig vezette az osztályt. Nyugdíjba vonulása után Weber Ágnes örökölte meg a pozíciót. A főorvos 35 perc című műsorunkban azt mondta, a tudomány terület rohamosan fejlődik, amivel egy vármegyei klinikai központnak lépést kell tartania nagyon fontos ö, szerepe van a megyében a nem csak a beteg ellátásban akár ugye hanem a betegutaknak a megszervezésében hogy a betegek ha bármilyen szűrésen ö, kiemelődnek akkor megtalálják a, a megfelelő betegutat eljussanak a megfelelő központba megkapják a kivizsgálás után a megfelelő kezelést én azt gondolom hogy a a szűrés kapcsán, amit nem győzünk elégszer mondani, meg is kell találni utána a kiszűrt betegeknek az útját, hogy eljussanak a megfelelő helyre, kivizsgáljuk őket, és megkapják a, a terápiát. Én azt gondolom, hogy ebben a megyében, miután ez nem egy kis megye, és tudva levő, hogy a megyében takorházak működnek, nagyon jól együtt lehet dolgozni a, a takkorházakkal, és fontos is megtalálni velük a, a kapcsolatot és a megfelelő hangot, hogy mindenki a saját rendszerének megfelelően, saját szintjének megfelelően ellássa a beteget, de hogyha kell, akkor azonnal tovább is küldje a központba. Weber Ágnes hangsúlyozta, a Vármegyei Kórház onkoradiológiáján egy betegnek sem engedik el a kezét, azoknak sem, akiket tünetmentesnek vagy gyógyultnak nyilvánítanak, utókövetésük életük végéig tart. Van egy kevésbé szerencsésebb dolog, egy, egy olyan lehetőségünk már, ami az utóbbi éveknek a, a fejlődése kapcsán vezetett el ahhoz, hogy krónikussá váljanak ezek a betegek, hogy rendszeresen kezelésben részesülnek. A betegségüket tulajdonképpen kontrolláljuk, vagy esetleg tünetmentesek, és azt akarjuk a kezeléssel, hogy ne is üsse fel a fejét a daganat a későbbiek folyamán se. Ezek a betegek évekig járnak hozzánk aktív kezelésre. A modern kezelések között meg tudnám említeni a biológiai célzott terápiákat, az immunkezeléseket, melyeket a betegek évekig kaphatnak és kapnak és az onkológiai osztályunkon. Weber Ágnes hozzátette: A Vármegyei Kórháznak hatalmas szerepe és felelőssége van abban, hogy szemléletváltás történjen a lakosság körében, és minél többen vegyenek részt a különböző szűrővizsgálatokon.